Na, első, igaz, biztos? Honnan tudjuk? Hol van benne ez? Zsolti, hol van benne? Tesuvá, te fiát szedáká. Huba úr. Az új Rossz évi a Jom Kippur kipuri muszáv. muszávban. Muszáv, ott a Szidónia volt? Igen. Persze a vidékiek mindent tudnak, mert handicapesek rögtön. Persze, Rossz a muszáv, unetlen a tóke fima, u tesuvá, te fiát szedáká, má virine troa, meg is néztük a lapot. Tehát a Cedaka három dolog, egyik az adományozás, amíg új évkor ki kell. Jó van. Henny, a Tibi. Pontosan, nem szabad szenni. Jó. A Anna hármas. Mondja egy példát rá. Csak megérzés, hát. De határozottan csinálja. Jól csinálja. Na, egy példát kérnék szépen valakitől. Ó, igen, orszázás esküdni például, szombati munkakötelezettség, tehát amikor, például amikor minden évben van ilyen szombati munkacsere. Ez egy törvény, hogy október 27-én szombaton meg kell menni dolgozni. Azt mondja az országgyűlés, tehát nem törvény, nem tudom mi ez a rendelet, az nem fölmentés számunkra. Ugye nagyon sokan, amikor a lehetőség volt rá, tagadtam meg a fegyverszolgálatot például, sőt, de ismerek embereket, akik mentek börtönbe miatt, mert nagyon fegy embert ölni, tehát még nem háború. Ugye emberölés, mint olyan, önvédelem van egy történet, amikor csak így ölögetünk a határon, vagy bármint határőrként, az emberek volt. Jó, tehát valóban van egy törvény, de azért van a kivétel, tehát nem minden esetben törvény, de alapvetés az, hogy tehát nem mondhatom azt, hogy én zsidó vagyok, ezért a jobbkészszabályt nem tartom be, tehát ilyen nem létezik. Mondjuk például, mennyi a Tórában jobb készszabály ugyanis, tehát a Tóra vonatkozik, ez hülyeség meg mondani. Jó van, Hirsch úr. Kölcsönadni. Kölcsönadni tóraiban. Az két szó. Ne. Hú, megosztál, szeretem. Szavazzunk. Ki szerint hamis? A Ki szerint pénzt igaz? kölcsönt adni, nem szegényeinek, ne légy jutása, neves neki kamatot, ez igaz. Hát kölcsön adni, pontosan Tóri parancsolat, adni kell kölcsön, aki el. Jó, hogy heti szakadni, benne van. Nem vagy, tehát egy Tóri parancsolat, meg tudod tagadni azt, hogy nincs pénzed. Mi beszéltünk el, tehát az, hogy a maga az, hogy ha van pénzed, és azt, hogy nyisd be a kezed, pattoak tifteket játszkálta, vagy ilyen, tehát nyisd meg ne zárd be ajtódat a kölcsönkérő előtt, ez egy parancsolat, de nem azt jelenti, hogy bele kell halnod ebbe, de ez egy létező, tehát nem az, hogy ó, a Tóra tiltja, nem adod neked kölcsön. Ó, veszteségem van ebben, nem adod neked kölcsön. Ez lesz még ilyen kérdés, amikor a határ ilyen így szürke, de mindenképp a Tóra beszél a kölcsönadásról, sőt, ugye beszél a... Nézd meg, tőle. Jó van, ötöske, ott írja. Bajnoci. Pontosan, ma is érvés, ugyanúgy, más a bálványok. Lili. Hát éhezik, és adjál nekem 100 forintot. Annyi kell szedekálni, a éhezőnek, vagy nem. Hát Nem. éhező... De. Csak ilyen nincs 5 forintja sem. A munka az nem cedaká. Á, a cedaká az cash. Hesedet tud adni helyette. Igen, tehát igen, szóval az, beszéltünk róla, hogy a
ugye egy picit ez hasonló, tehát hogy az, hogy én úgy adok cedakát, hogy én emiatt éhezni fogok és veszélybe kerülök, az a Tóra tiltja. Tehát a Tóra jobb kibújtsa fel a Tórából, hogy a Tórába éljél, és ne meghalljál. Tehát az élet, tehát ha te tényleg éjjel fogsz halni, de van 10 forintod egy zsömlére, akkor ne adod a... Tehát, ha nem, helyette majd, jó, stb. Jó van. Oké. Hetes Barbara. Igen, ez egy szótári befogalmazás közben, igen. Jó van. Dávidkám. Csönd mindenkitől! Csönd mindenkitől! Csönd mindenkitől! Akkor 2 vagy 3? 3. Andi, hány darab? Nem látom. 3, igen, mutatott. 3, jó. 3, igen. Mondja, hallgatja, akiről szólnak. Pontosan. Hát hamis a válasz. 9-es, nem tudom, mi a hölgynek a neve melletted. Vajnóci. Ki ara? Ki a? És ki, de ki az ara? És a, ugye, de... Én ezt nem tudom, de ez egy elég egyértelmű dolog. Azt mondja, hogy ne lopjál, azt mondja, nem lopom el a zsebedből a pénztárcát, hanem bármi, ami nem az enyém, hiába csak szellemi tulajdon, nem tudom, elfogni, akkor is lopásra számít. Értelemszerűen. Jó van. Mi neved? Mi? Krisztián, azt könyv megjegyezni. Krisztián úr, 10-es. Szerinted nem hallom, szerinted? Igaz? Jó, ki szerint nem igaz? Hát azért őszintén, hogyha jönne hozzám a húba, ott akar aludni nálam, mint rászoruló, nem fér be az ágyamba a harmadiknak. Szóval nem, nem igaz. Nem igaz. Nem kell ágynál aztán nem kell. Szóval enni adni kell, cedekát adni kell, kaját adni kell, de azért ne szállásoltas, hogy nem kell rászorulókat azért. Szép dolog. Tök jó, de nincs ilyen micva, hogy aludjon nád valaki. Ilyen micva nincsen. 11-es, Olga. A sikötelesség, micva az őszember előtt felállni. Hát nem, nem igaz. Kiszerint nem igaz. Kisebbség maradtál. Kiszerint igaz. Azért mondom. Ez egy expressis verbis tóri parancsolat. Mipné szévátakum. Ősz embert álljál föl. Ez szó szerint nem van írva, az így. És olyannyira, hogy ez van beírva az izé buszoknak, ki van írva a ajtajon. Igen. Behá dátap nézze a kérdést, tisztelt az idős ember arcát, orcáját. 11-es. Cadik, Vajnóci. 11-es. Igen. 12-es. Így már jobb. Bölcsen köteleznek mindenkit az igazmondásra, még akkor is, ha másiknak rossz. Hát most ez az első, hogy nem... 80%-ban igaz. Akkor 80% az... 80%-ban randiztál Claudia Schifferrel. Bárcsak. Oké, igaz. Mind a kettő. Remélem. Igaz, vagy nem igaz? Igaz. A Claudia Schiffer. Tehát igaz. Mit? Claudia Schiffer az igaz volt. Igaz volt? A 80%. Igen, 12-es is van. De nem ment el, az a 20%, igen. Természetesen nem igaz, értelmiszerűen. Mondtam is rá példát. Aki ennyi, hogy a Tóra ezerszer figyelmez az igazmondás, a cedek, tidom, stb. Igen, vannak speciális esetek, amikor ember nem igazat mondani, ugye milyen példát mondtam, emlékezzetek rá. Mit? A tanúskodásnál például ott lehet, ott valamit, van egy mozgástér, amikor másnak át, de azt mondtam, tök egyszerűen mondtam. Az ATM automatát, hogy az ismerősöm lopta el, vagy sem,
És hogy hát lehet erre azt válaszolni, hogy hát igen, ő lopta, de nem mernék rá megesküdni, nem vagyok 100%-ig Ilyen biztos. műben, ilyen, tehát ha jól látom, jól látom, tehát ez van egy sok egyszerű példa, amit mondtam szintén. Következő, a Lili hirtelen kívül a szobából, azt látjuk, tehát telefon kívül a szobából, és bejön 6 darab ilyen gorilla. Hol a Lili? Hol a Lili? Lili? Milyen Lili? Itt is sosem volt itt Lili. Nem, ott futott el, nem ezt mondani, meg ott futott el. Lili, a Lili, azt mondja, hogy Lili. Ennyi. Tehát például, amikor valaki a veszélybe van, ez a bizonyos, mert ki az a Lili? Nem, itt Lili sosem volt. Tehát ilyenkor például, ha valakit meg tudok védeni, azáltal és tudom azt, hogy a értéke nem jó, akkor el lehet a vasat ferdíteni egy picit, ez a mesané halakhája. Nem könnyű, de vannak egyébként a halakhában ilyen kiskapuk, ezt mondtam is erről, majd beszélek róla egy pár perc múlva, akkor ugye csak ne felejtsük el, hogy a tórai törvényeknek az értelmezése rabbinikus feladat volt, és vannak olyan törvények, amiket úgy is lehet értelmezni, ami nem egyértelmű a tóra leírt szava, hanem a értelmezett szava, mindjárt fog beszélni egy picit, egy perc elég a teszt után. Oké, a 13-as ki nem volt még, Csaba. De öngyilkoshoz nem hasonlít, nem igaz? De igaz. Igen, ilyen Öngyilkos. használ, mert nem fogja el pénzt, hogy ilyen használ az öngyilkosság. Igen, te ha ilyen halsz, tehát olyan szituáció, hogy ó nem, én vagyok, Csaba vagyok, és nem fordulok el senki sem, semmit, és aztán ciki van. Tehát gyakorlatilag megmenthettek volna téged, az életedet, és te ellene mentél, egy passzív eutanázia gyakorlatilag, amit nem támogatunk. Jó, bónusz, ki nem volt még? Ki nem volt még? Ki nem volt? Mindenki volt már? Ahuba, a bónusz, tessék, megnyeri a bónuszt. Nem lehet a messiás, nem szóljon be. Lehakítom mutatom. Szamus. Lehet. Miért? Nem lehet ügyész? Nem lehet ügyész, de Szamus vagyok. Lehet. Lehet ügyész, bár az Lehet, lehet, lehet. lehet ügyész, csak visszautasíthatja, hogyha részre hajlik. Igen, pontosan. Lehet ügyész, és azt, hogy Pontosan. Igen, szóval a válasz, érted, hamis, lehet ügyész nyugodtan, lehet ügyész van. Jó. Na, Ezt még én is ígéret tudtam. hibátlan. Nekem majdnem. 80%, mint igen, egy hiba, két hiba, ugye csak Anna hány hiba volt? Nem baj, és így kezdtem. Jó van. Oké. Na, a csak egy fél mondat erejéig, az visszatér az előzőre is. Nincs mentés. Jó. Nincs ném. Nézd itt. Lift. Átja. Azaz. Na, ez a bezmézatúróit, ez a halaká, a Lifni Meshuat HaDin halakája, ez, csak nincs is Wikipédia, hát a Wikipédia? Csabi bácsi. Nincsen Wikipédia, csodálkozom pedig. Na, a Lifnyos a dinnek a halakája, az azt jelenti, hogy azt mondja a Tóra, bocsánat, kisebb összemet, látszik, hogy is valami. Nem látjuk most a képernyő meg ott. Igen, még bénázok én is a képernyővel. Jogos bocsánatot kérek. Köszönöm szépen a égi hangot. Szóval a Lifni mesélet a dím, ez azt jelenti, hogy van egy mondata a Tórában, hogy csináljad egyenest
és a jót Isten szemében. És azt mondja, ugye, azt mondja, hogy a jássár vett a tov. A jássár, a egyenes, a tov meg a jó. És erre azt mondják a rabbik, hogy nem mindig az, ami le van írva a Tórában, az a halaká, bár az a jó, időnként ki kell egyensíteni, ez a Tóra fölötti Tóra. Mondom egy tökéletes példát erre, jó? Amit a Talmud hoz magát, tehát van a Dani bácsinak, mit tudom én, 100 000 négyzetméternyi legelője. Rajta 50 marhával. Nekem is van 100 000 négyzetméternyi legelőm. Az jó sok, ugye, az a 100 000. Az a sok. A, igen. Jó, mindegy. Szóval óriási legelőm van, és fogok, az én marhám, ami élegelőmön átsétál Dániel legelőjére, 100 000 hektár, 100 000 négyzetméterből legel 30 négyzetmétert. Aztán visszahűzöm, gyere már vissza. Ugye, halaká szerint a én marhámát okozott kárért én felelős vagyok. Ez egyértelmű, tehát ha ugye a károkozás nem csak az én okozok át, tehát például leöntöm a Danit a teámmal, te okozza a kárt, de akkor is én tőlem indult, de nem vigyáztam. Ez a marhával is például, öklelő marha, stb. Erről, a baba káma, baba mencia, tehát sokat beszélek erről a tanult részek, lúg, tűz, stb. Ilyen, gödrök. Na, és az van, hogy én igen, fizettem azt a 30, amit a hány négyzetméternyi, 100 négyzetméternyi fűvet, meg kell mennyi az hány köbméter, mennyi áll a piacon, ki kell fizetnem. De azt mondják a rabik, hogy kérem szépen, ennek a helyi hírsúrnak van 1 millió négyzetmétere, abból lelegelt 100 négyzetmétert, észre se veszi igazániból, és a Zoli marhája viszont jól lakott abban a 30 négyzetméterben, azt mondja, hogy zenne, a marha jól lakott, mert zelloha szél. A Dani nem bukott semmit, mert ez semmi, ezért mindenki menjen haza a fenébe. Tehát nem pereskedjünk ezen. Tehát ezért hiába halaká szerint, amit a én marhám lelegelt, igen, viszont azt, hogy engedjük ezt el. Ennek jó volt, nem viszont semmit, pont. Ez a liftimesület a dím, de most mondanék valamit, hogy a miért, mert rálép a Dani a cipőmre például. Cipőm koszos lesz. Ki kell tisztogatnom. Izé, tisztogatás, stb. Azt mondom, Danikám, a cipőizé, munkadíjam, stb. Ennyi. Mégis nincs hasznom belőle, de itt is elengedjük. Tehát mi is barátok vagyunk, és a barátság ereje erősebb, mint az, hogy most behajtsam rajta a munkadíjamat, meg a cipőpasztának az árát. Na, jó van. Csak ez az előzőre az, hogy a halakhát mennyire kell szorosan, és időnként mennyire van egy mozgástere a halakhában, egy hazugság kérdéskörben. Jó. Na, az a jó, hogy idén új évünk van, és éppen ezért gyorsan végig fogunk futni a zsidó történelmen, ha figyelj, szerintem csak üljél, mert egy őszemben áll, és mi ülünk itt a fiatalok, ez én vagyok zavarba. Na, oké, induljunk el. Jó, induljunk el egy kicsit a ókor Izraelben, hogy hol is vagyunk, mint is vagyunk. Most egy kicsit ízlet is, Egyiptomot is, ha már itt vagyunk. Na, mit van, tök jó. Ugye a zsidó nép Egyiptomba vált néppé. Most az a Tórából, ugye Smotva, Érá, Bobe, Salák, stb. A Tóra legelső micváját a zsidó nép kapott, miszerint legyen a zsidóknak naptárrendszerük. Ez a Niszán hónap, ami ugye Svát, Ádár, Niszán jön 2 hónap múlva, ez lesz a bibliai új év, tehát Izrael Egyiptomban vált néppé, és ugye ott vannak körülbelül 200 éven keresztül, és egy vándorlási térképet, ez lenne egy, ez sem palesztin anyátokat. Oké, kérdés, hogy most nincs, hát a
Most se. Most se. Hogy ilyen van? Hát van jó kis térkép. Ó, térkép, hát van valami. Hogy lássuk a vándorlást. Hát ebben se lehetünk okosabbak. Na, hogy keresek rá? Milyen szóval keresünk rá erre, gyerekek? Nem rossz szó. Nem rossz szó. Nem gondoltam, Exodus. Nem is gondoltam. Jogos egyébként. Egy olyan film. Na. Azaz! Itt van. Na, szóval ugye elindulok a zsidó testvéreink. Kis nagyítom, hát ha jobban fog látszódni. Á, az íme mindjárt más jött. Még annyira nyitom, hogy... Oké, nem. Nem. Igen. Ugye hangsúlyozzák itt, hogy ez egy lehetséges útvonal, ami nem tűpontos útvonal, csak nagyon aki tűk következtetni. Gósen földjén laktak, itt telepedett le Józsefnél, Gósen földjén, Ramszesz és ugye a két vas, hogy fölbírtak, Pitom és Ramszesz. Ugye elindulnak el, itt van ez a kis meg, és itt mennek elfelé a vándorlás alatt. Papíron ez az út lett volna elég rövidke azért ittem. De ugye nem mentek ez az úton végig, mert kiküldte a kémeket Mózes, aki, hogy a kémek közölték, hogy itt van ugye, tehát a mai Izrael az ugye így néz ki, tehát itt van, itt az Izrael határ, igen, tehát itt Izrael határ körülbelül, ugye Beersheba az Izrael, itt van Gáza körülbelül, tehát innen kellett volna eljutni idáig, ez nem a világ vége. Kémek ki is mentek, a 12 kém, de azt mondják, hogy nem tudunk bemenni az országba, 40 napig mentek föl és alá a kémek az országban, míg végül azt mondják, hogy nem tudjuk elfoglalni Izrael, tehát itt van többfajta útvonal egyébként. Hát, hogy lehet, hogy van kémek. Igen, aztán jó. Oké. Jó. Igen, tehát itt is nagyon jó. De hát átkés a tengeren, stb. És azt mondja a... Igen, van több, de működ. Ez a legklasszikus, hogy itt a Szinájhegy a túladásnál már. És azt mondják, hogy itt bent van a kémek, azt mondják, hogy 40 napig voltak a kémek bent, éppen ezért 40 évig fog a zsidó vándorolni, amíg az a generáció ki nem fog halni, amelyik nem hitte azt el, hogy a Jóisten a ígéretét betartja, és éppen ezért kaptak 40 év büntetést, ami itt zajlik le. Elég hamar jutnak el a Szinájhegyig, tehát ez az út elég hamar ment. Itt kell, ez a tengerből átkelés. Itt van a Pészák 7. napja, itt mennek át a tengeren. Eljutnak ide, ez hány nap után van? A kiolás után? Éva? Tóraadás, hány nap? Nagyon 40, persze, 49, Savuot. 49. Hát már vannak a lányok, hogy könnyű, amikor lányok mondják itt, bebasszusozni a mélyből. Tehát 7-7-7, egyszerű. igen, tehát a Savuot ünnepe, pontosan, tehát ugye elindulnak, kis flikflak ugye a Pészak 7 napja alatt, át meg a tengét, Egyiptom meghalnak, lazán nyomulnak, itt a Mará, ahol a víz édes lett, nem tudom, az annyit, amiről beszélt egyébként a kapcsolatban, de már rá. Itt a víz, a kesővíz édes lett, Szinájhegy, tóraadás. Hát ezt az utat lenyomták 7 hét alatt. A maradék útvonalacska, egészen meddig ugye Benem van, Benim a Jerikónál, itt fönt, az lesz a 40, a 39 és fél év körülbelül, hiszen melyik mikor vonulnak be? Melyik hónapban vonulnak be? Mikor éves zsidók Szentföldre? Körülbelül, na. Na jó, akkor indítsunk. Melyik évszakban vonulnak be? Honnan tudjuk?
Nem elegezzünk. Na, gyerekek, Koni, melyik évszakban jöttek a zsidók Izraelbe? Melyik évszakban jöttek a zsidók Izraelbe? Melyik Fogosz. évszakban? Mózes. Miért? Miért pont akkor nem jössz el? Van tudod, hogy tavasszal. Na? Sok egyszerű a kérdés. Várj a választ! Mikor halt meg Mózes? Melyik hónap, melyik napban? Ádár is után. Mózes itt hal meg, utána mennek be gyász után. Tehát Ádár hónap, az jövő hónap, most van, hogy a svát jött. Sőt, Ádár, tehát Ádár végében, ne pontosan tavasszal mennek be, Ádárban, tehát ez egy Záin Ádár, Ádár 7-e Mózes halálka napja, ő itt hal meg, ugye, és utána mennek be gyász időszak után. Jó, de mindenképpen a néppé válás folyamatában ezért nagyon fontos pontok vannak, ugye egyrészt, tudjuk nézni, hogy térképet is, ha már itt vagyunk, nem tudom, milyen térkép, nem triangle-olom ezt, nem? Jó, igen, ugye, itt van Mara, Refidim, itt a Sinai, Hórep hegye. Ma mielőtt fog beszélni a Hórep hegyéről egy másodperc erejéig, és csak ilyen kis karikákat, de ami fontos, hogy itt a Sinai-hegy lábánál elhangzik két szó, hogy nagyon fontos lesz a későbbiekben. Mit mond a zsidó nép a Sinai-hegy lábánál? Pontosan, Naaseh Venishma. Ez a zsidó nép első esküje a Jóisten mellett, megcselekedjük és meghallgatjuk. Mi ebben különleges, Éva, ebben az esi formában? Évától megcselekedjük, meghallgatjuk. Mi a különlegesség? Miért? Nem? Van benne egy hiba. De miért? Hát meghallgatom és megcselekszem, nem? De akkor miért mondják a zsidók, nem tudok héberül? Dániel. Kevés a bizalom. Cselekvés az fontosabb, mint a szóbeszéd. Talán így tudnám legegyszerűbben lefordítani a Tórába. Tehát Miért? Mi az első szó? Mi volt? tevőlegesség az fontosabb, mint mondjuk az ígéret. Tehát az Ez is aktív. van benne valami, de ennél van sokkal egyszerűbb magyarázat. Igen, mert pontosan, tehát nem, amit mond, megteszem. Utána meghallgatom, mit mond, tehát azt mondom, Éva, fuss. Mert miért fussak? Nem, fuss, akkor fuss. Tehát ilyen egyszerűen, utána lent beszéljük meg, hogy miért kell futni. De először higgyél nekem. Na, azt a zsidók, hogy nászé, megcselekedem, Isten mond, nászé, utána majd lesz időnk meghallgatni, miért kell. Tehát ez a feltétel nélküli, ezt a zsidók ott mondták a tíz parancsolat kinyilatkoztatása előtti pillanatokban, Sinai-hegyen, tehát ugye ez egyszer, illetve a másik, ami nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy hogy valóban ez egy, bocsánat, egy büntetés volt az egész. Pont azért, mert, mint mondtam, volt, elmentek van simán errefelé, de a kémeknek a vétkei, az, hogy a kémek a népet egyszerűen behűítették az, hogy nem tudjuk elfoglalni, óriások laknak a országban, mit tudom mi. Ezért, még egyszer mondom, ne ez a vándorlás 40 éves volt, tehát Mózes volt 80 éves, amikor elindult, és 120, amikor meghalt. És azért, mert hogy az a generáció, amelyik nem tudta elfogadni Istent, és nem azért, mert rossz volt, az nem tudta elfogadni Istennek a szavát, egyszerűen úgy szocializálódott. Ő is, apja is, nagyapja is,
Mindenki rabszolga volt, tehát nem volt szabadság élménye. És hiába, hogy tök lelkesen megcselekedjük, megragadjuk, tehát az egész vándorlás arról fog majd szólni, hogy hogyan próbálnak kimenekülni ebből. Látjátok, vannak egyébként alternatív útvonalak, amit szoktak mondani, hogy nem itt van, itt van, ott van, stb. De ez a legklasszikusabb elfogadott útvonal, amit itt látunk. Tehát, bár ugye van olyan sok vicc a zsidó folklórban, hogy miért ment a Mózes a sivatagba a zsidó néppel, mert szégyelt velük átmenni a városokon, tehát van egy ilyen mondat. Szóval, például meg, hogy ennyit kellett keresgélni ahhoz, hogy megtalálja az egyedüli országot, ahol nincsen olaj a közel-keleten. Ez a másik ilyen. Szóval, tehát, szóval ez ilyen történet. Szóval a lényeg, hogy ebben Libanonban sincs olaj, szóval ettől függetlenül. De ami fontos, hogy elérkeznek a Szentföldre, és erről fogunk beszélni most a Tórából, hogy Mózes meghal, átveszi a vezetés Józsué, hangsúlyozzuk, nem biológiai leszármazottja, semmi közük Józsuénak és Mózesnek egymáshoz. Más törzsből valók, tehát minden, semmi közük. Már csak egy szellemi utód, ugye, és a Józsué könyve, tehát a Tóra után első könyv, azzal fog kezdődni majd, hogy Józsuát teszi hatalmat, és Isten biztatja őt, hogy meg tudod csinálni, házák vele mátsz, légy bátor és erős, a híres mondat, amit Józsuának mond a Jóisten, és abba megérkeznek, a Józsué az országot felosztja. De nem akárhogy osztja fel az országot. Oké. Okay. Ugye volt a 12 törzs, mindig van egy szimbóluma. Ruben, Simon, Lévi, Jehuda, igen, itt a sorrendben. Így menjünk lefelé. Igen, 12 törzs van. Ami fontos, Lévi törzse számunkra. Látjátok, ez mit szimbolizál? Mindenki csönd, 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 csönd mindenkitől. Mindjárt is takarom a megoldást. Anna, ez mit szimbolizál ez a cucc itten? Nagyon jó. Tehát ő kohén volt, nem Lévi. Akkor miért van a Lévinél? Ez a Lévi törzse, vagy kohén volt, nem Lévi. A főpap. Csönd mindenkitől. Lili. Na Éva, mentsük meg a hő. Akkor korsó lenne ott, nem izé. Korsó a leviták jele. Mit kell kohéd jel levitáknál? Huba úr. Áron Kornita volt. Igen, pontosan a Lévig egy családja a kohén. Ja, ugye Áron, ugye Mózes levita volt, Lévi törzse, ugye Lévi volt az, a törzs, aranyborjú bűnénél beállt Mózes, vagy a Mózes levita volt. És ezért jutalmaképpen Mózes bátyja, Áron lesz az első pap, Kohén Gadol, vagy Kohén, és ő lesz számolatja, tehát gyakorlatilag a kohénok a leviták részhalmazai. Ezért kell a Lévi, tehát minden Kohén Lévi, de minden Lévi Kohén. Szóval igen. Jaj, de ez a Benyám a legkisebb, a homokozóba játszik, azt jelenti. Na jó, csak vicceltem. De ez a legkisebb gyere. Babókám, Wikipédia, elküldöm, melyiket a képet? Elküldöm a csoportba, jó? Elküldöm a csopiba mindjárt, jó? Aztán lementem a izőt, majd lementem, jó? Oké, lementem, majd itt van, tök jó. Na, oké, viszont menjünk lefelé a törzsekhez. Itt van. Na, mint tetszenek látni, felnagyítom egy picit, még bizonyítok rajta. Ez durva volt. Ez én sem számítottam erre a történetre. Na, akkor kérdem, hogy így nézni, már talán itt tudok amit játszani rajta. Ez se segít.
Na, ugye itt jönnek be a Holtenger felett, már Mózesnél azt kéri Gád és Ruben, ugye itt jönnek le, elfelé jönnek majd, itt jönnek be, hogy olyan jó ez az ország itt, hadd maradjunk itt. Gád, Ruben és Félmenase. Ők jogosultak lettek, most engedélyével, Isten engedélyével, nem honfoglalni. Tehát nem minden törzs ment be az országba, ellenben a katonasságukat beküldték. Itt van Nébu hegy, itt van meg Mózes, Nébu hegyénél, és végül ugye felosztják az országot, de két törzs a 12-ből nem kap földet. Egyrészt Júda nem fog földet kapni, mert ő városokat fog kapni, a levita városok, másrészt nem kap földet József. Ki arra? Miért kap földet József? Menasse. Pontosan, amikor megáldja a haldokló, a Jákob, ez nagyon volt, a megáldja a haldokló Jákob a gyerekeket, ugye így kezdte a kezét, akkor azt mondja, hogy olyan nekem elfogadás menese, mint Ruben és Simon. Tehát ő is gyereké fogadja, tehát Józsefet maga mellé emeli, mint kázi testvérszerű, és a saját unokái gyerekén van, tehát a két törzs, Menasse, Efraim, ez igazából József meg a helye lenne, de ezt a két törzs is, meg így lesz 12 törzs hirtelen megint, hiszen József helyett kettő van, viszont nincsen Lévi, tehát 12, ez van a 12 törzs, nem 11 törzsként. Ami fontos, Jeruzsálem Benyaminban van benne. A Talmud azt mondja, hogy azért, mert Benyamint a testvérek szétalázták, amikor a Józsefnél volt, ugye, amikor a korsót megtalálták nála, azt mondták, hogy a Talmud szerint, hogy anyád tolvaj volt, te is tolvaj vagy. By the way, mit lopott te Ráhel? A teráfimokat, a teráfokat lopta el, pontosan, ugye a Jitró apuka házából, és azt mondja, hogy a Talmud, hogy a jó is azt mondta, hogy mivel hogy aláztátok a Benyámint, ezért ti fölmentek majd hozzá, tehát Benyámin törzsén van, helyén van Jeruzsálem, pontosan, jó van. Ami fontos még, később fontos lesz, ugye Júda, a déli országrész, az azért fontos, amikor elfoglalják a Izraelt a babilóniaiak, és, bocsánat, menjünk először, az asszírok lefejelk majd a északi országrész, a 10 törzsre száműzik, és megmarad csak a déli országrész Júda, akkor a zsidók lesznek a júdeaiak. Egy törzs marad meg. Tehát nem izraeli, hanem jehudai, jehudi. Mert a 10, mert a menasi, asszeri, stb. Ez minden el fog tűnni. Tehát a zsidóknak sokáig lesz a nicknémje a Jehuda ból származó, ez egy törzs maradt meg. A jehudi szó innen származik, a magyar zsidó szó is innen származik. Hogy, mert ezt a könyvében már, mint jehudiként van Mordechai. Nem ez arra kell, hogy Mordechai nem Júdából származik, mert Mordechai Benyaminta volt, de mégis Júda volt, de most erről mindjárt fog beszélni pár perc múlva. Oké. 12 törzs megvan, és egy teljesen különálló megyék voltak, nem úgy Magyarországon a megyék, hogy mi ez az, mint Szovjetunióban, Kazaksztán, Örményország, mit tudom mi, tehát különálló entitások voltak, külön vezetéssel, stb. Amikor balhé volt, összefogtak, ez mondjuk a bírák korában, jön a bírák, jönnek a, hogy azért kelnek a bírák föl a nép köréből, az éppen a filiszteus, vagy edomita, mit tudom, moabita támadókat leverjék, összefognak, összes törzs, legyőzik az ellenséget, és mindenki hazamegy a saját törzséhez. Tehát nem volt szerves összekapcsolódás, annyira,
hogy tilalmas volt a vegyes házasság, tehát egy menásebbeli leányzó nem mehetett hozzá egy gátbeli fiúhoz. Miért? Pontosan, ha lenne egy gyerekük, és mindenkettők egyedül örökös volna, akkor a földbirtok átvonulna innen ide, elmond a Tórának. Amikor ez megszűnt, akkor a hagyomány szerint népünnepé tört ki, és a örömünnepként lett számon tartva menet a vegyes házasságot a törzsek között. Átvizet tubáv, igen, pontosan. Á, olvassák a blogomat, valaki látom. Szóval, így itt vagyunk, tehát ez a 12 törzs, látja, hogy ez egy picit nagyobb, mint a mai Izrael, tehát főmégézen, ugye ez itt már minden gond nélkül, itt van a Golán, Tvéri, és itt ez már mai Libanon például, ugye ez itt Szíria, tehát ez a bizonyos nagy Izrael, lesz egy nagyobb is egyébként a későbbiekben, de ez a klasszikus Izrael méret, tehát nem megy le Eilatig, itt van Berseva, stb. És erre hivatkoznak ugye a filiszteus földekre, a mai a magukat pajzsnak nevező emberek, de semmi közük nincsen, mert a filiszteus... Ez nem egy arab népcsoport, a filiszteus csak egy tengeri nép volt, és nem egy sivatagi nép. Na, de attól, hogy én azt mondom, hogy én moabita vagyok, vagy ammonita vagyok, vagy edomita, nem ők az. Tehát jó hangzott, hogy itt laknak a arabok, akkor hűnk a leszármazott ennek a népnek. De semmiféle... Ahogyan pont én mondtam a Maftirnál szombat reggel, hogy olyan szép volt a Héberenek, a Jesaja profétának, tehát nagyon szép volt a Hébere, és el is mondtam nálunk, hogy ez, amit a Jesaja proféta néztünk, az kb. Ilyen 700-800 kb. Van, tehát 2000 800 éves szöveg, választékosan, igényesen, csodálatosan szép nyelvezettel megírva, ez pont 1900 évvel van a legelső magyar nyelvemlék előtt. Ugye a Fejváru Reá, Mene Hodútu Reá című Tényelvapátság alapító leveléből, nem is beszélünk a később, de az, hogy annyira szép, és tehát van egy nyelvemlékünk, abban, hát filisztus nyelvemlék nem sok maradt fönt abban a korszakból, hogy maradjunk elegánsak, de nem. Tehát a zsidósnak van egy kontinuitása egészen egyébként. De tényleg az, egy 2008-es szöveget olvasunk, szerintem zseniális. Akkor elkezdődik az úgynevezett bírákkora. Azt mondja, nem volt királyság Izraelben, ez úgy hívják őket, hívják, hogy Shoftim. Shoftim. Bírák kora, nem Shoftim, hanem Shoftim. Hát lesz a kis térképünk, de a bírák koráról, de nincsen. A bírák kora, én megint a... Shoftim. Nops. Hát lesz a így. Na. Széfer Shoftim, igen, itt van. Széfer Shoftim. A nagy okosan nincs egyébként benne a bírák korának a időszakában. Igen, arról szól, tessék, itt van, arról szól, hogy megerősödik a Izraelnek államszerkezete. Vannak a bírák, akik így adhok jelleggel felkelnek. Így látjuk a bírák, a Gideon, Debora, női bíró, Sámson, vagy honnan származnak. Tehát voltak Shoftim mindenhonnan, Jefte, vagy Ifták, Jair. Tehát voltak mindenféle bírák, akik, ha baj volt, ha hősharcosként összefogták a népet, legyőzték az ellenséget, és vissza mindenki a saját világába. De ekkor már a bírák korában léteznek a proféták is. A proféták, például korábban is voltak, ugye Ábrám, Izsák, Jákob proféta, Mózes is proféta volt. Otília, mi a proféta definíciója? Nincs oda írva, rám van írva. Hiba.
Transformátor. Transformátor. Tehát nem látok, semmi látok nincsen. Ő egyszerűen Navi héberülje, tovább viszi Isten szavát, és átfolytja emberjelmet. Tehát van neki egy ihletettsége, egyszerűen, tehát nem egy ön, bocsánat, nagy emberek voltak, nem egy önálló entitás azért annyira, hanem ő Isten szavát mondja el, vagy artikulálja emberi nyelven. Picit álljunk meg egy másodperc elejéig itt akkor, hogy a Shof Team list. Idén Csáncsos Szeferia, Wikipedia itt van. Na, nagyon sok nem volt közülük, látjátok, hogy a sok bírá nem volt. Elég jól, tehát föl van sorolva a bíráknak a listája. Ezek hangsúlyosan nem pulpitusos bírók voltak, ezek hadvezérek voltak, de nevük is egy bíráknak hívták őket. És így látjátok, itt van pontra, kik vannak, hogy vannak. Tehát ez az az időszak, mint látjuk, amikor egy picit összeáll a jó szószik róla. Vannak ugye híres bírák, tehát a Sámson, ugye Sámson Delila története, hívtákról, mit tudunk hívtákról, mi volt a ő különlegessége. Esetleg ez a Lilit ugye biztos hívták volt. Jefte magyarul, igen. Hangosabban. Akit? És nem áldoztak fel. Igen, de fel kell áldoznia, ugye csinálni esküt, hogy menjen a csatát, megment Izraelt, az első szemüvőt feláldozza, nem áldozta fel a saját lányát kivel szembe, inkább elrakta egy zárdába. Gideon szintén nagyon híres, szupervezető volt. Tehát Éli, Smuel, de mind-mind nagyon jó emberek voltak, de a idő után azt mondják a zsidók, hogy kérem szépen, ugye ez kb. 200 esztendő, kérem szépen, nekünk szükségünk van királyra. Ez a jött-ment bírók, ezek jönnek, mennek, nincs vezető, és a utolsó bírához Sámuelhez fordulnak, egy proféta is volt egyben, hogy akkor oldjuk meg ezt a problémát, és egy királyt akarunk. Sámuel ne legyen király, hülyesség elviszi a gyereketeket, pénzeteket, lovatokat, mindent elvisz, de akarják, hogy legyen, és akkor elmegy királyt keresni Sámuel, és megtalálja egy legizmosabb figuráját a zsidó történetnek, aki hiszik, hogy Saul bátra van. Saul, igen, felkenni olajak, ilyen Saul, de Saulnak volt egy pici betegsége, több is volt neki, volt a fő betegsége. Egy kalandos depressziós volt, milyen terápia használt neki, zeneterápiát, hát Dávid kérdezi, zeneterápiát, arra gyújtott meg, igen, zenén gyújtott meg, hárfigyújtott meg, tehát Saul volt az első király, tényleg nagy hadvezér, szuper, erős, és de ekkor már Saul és a Sault Sámuel keni föl, nem volt egy képzett figura. Egy pásztor volt egyébként, és van egy mondás, hogy mit keresett? Szamarat keresett, királyságot talált. A szamárkeresés közben találkozott a Sámuellel, hát ő Saul, Saul, jó a kép is, olyan depis király, látszik a képén. Ez egy, hát az egy ábrázolt, tehát Saul, igen. Ő az első királya.
Nem, ez egy betegség. Hát egy betegség a depresszió. Nem változik semmi. Igen. Mint látjuk, igen, csak szapora volt. Nem, ő ugye értesz, mi nem Dávid házi volt, hanem ő Benjaminból származott, nem is tudom, hol van Jelenéből. Benjaminból származott, és volt neki egy nagyon jófej fia, Jonatán, aki azt írja, amit látjuk, close friend of David, tehát egy közi barátságból Dáviddal, a sok kritika, tehát a kevésbé mainstream bibliamagyarázók egyszerűen azért melegek voltak, de erre van, de a klasszikus magyarázat, ezt mondja, az a close friendek voltak csak nagyon, de mindenképpen az egyik legszebb gyászima, ami elhangzik a Szentírásban, ez Dávidnak a gyász, az, amikor Jonatánt elsiratja. És azt mondja, hogy több vagy nekem, mint minden feleségemnél. Azt mondja, többek között. A lényeg, hogy és van neki még egy fontos gyereke, Michál, jó a kép róla, aki, mint látjuk, ott látjuk, First Wife of David, tehát ő lesz majd Dávid első felesége is a későbbiekben. Tehát Saul egy csatában meg fog halni, de ekkor már, annyira benne a részleteiben, csak hogy ekkor már Dávid király kezd megerősödni. Dávid ugye Etri pásztorfiúként indul el, a Góliát elleni csatájával, győztes párbajával vívja ki a nép szeretetét, egy tök jó fej, vörös, aranyos, kedves fiú, szemben van ez a mogorva, időnként depressziós király, a nép imádja Dávidot, tehát most egy kis különbségtétellel azt mondanám, most, na, tehát ez most letakadom, majd fölveszi, amit a Zelenszkij. Hát és ugrálok is gyerek, mindenki rajong érte, tehát nem egy hadvezér, de mégis mindig izébe rohangálja katonruhába a Zelenszkij is. Tehát egyszerűen egy táncos zenész komikus egyébként, de ilyen, tehát semmi van nincs ezzel, felült a szerepéhez ő is, Dávid is egy pásztor gyerek valahol, és ott belekerül egy szituációba, jól tud lőni egy adott pillanatban, és a nép imádja őt, és aztán menekül, Saul féltékeny lesz, akkor odaadja a feleségül a lányát, Mikált, aztán Saul átmenekül a Filiszteus, át az ellenséget, az elég durva azért. Hát effektív, megy a Filiszteus táborba, és ott van Dávid király, aztán ugye, meghal a csatában a Saul, vagyis öngyilkos lesz pontosabban, Saul, akkor visszajön Dávid, mint királyként tér vissza, és imádja a nép. Imádja a nép Dávidot, ő lesz a második király, és tessék, mondja? Persze, igen. Persze, Sámuel keni föl, Sámuel már korábban fölkeni Dávidot. Ugye, na, de maga nem kell, mert az nincs idő hiányában. Egy mondatot meg fog érni, hogy egy Amálék elleni harcnál volt ez, hogy az a micva, amelyet ki kell írtani, Sámuel a próféta azt mondja Saulnak, hogy itt a micva, ő meg minden Amálékitát, felnőttet, gyereket, állatot, stb. És Saul nem csinálja ezt meg, mert azt mondja, tök jó a rabszolgák, meg tök jók az állatok, miért öljem halomra a 100 000 darab hízómarhát, ugye hazaterelgette őket, csak ezt mondta neki a Saul, hogy a Sámuel, hogy hol a micva, és elveszem tőle a királyságodat, átadom jobbnak, és akkor a Saul bekattant egy picit, és elkezdte rángatni a Sámuelt, elszakítja a ruháját,
hogy Sámuel akar menni onnan, és akkor azt mondja Sámuel visszafordulva, amiképpen elszakad most a ruhám, aképpen szakad el a te dinasztiád. Pontosan, és ezzel a tehát Saul ki is hal a Saul dinasztia gyakorlatilag, és onnantól fogva a Dávid ház lesz majd, és ekkor még gyorsan Júda, Sámuel még egyet fordul, ott volt a fogságba ejtett Amálékita hadvezér vagy király, úgy hívnak, hogy jó felé, jó kezded el, Agág, honnan ismerjük Agágot, honnan ismerjük Agágot? Agágot honnan kell ismerni? Mordehaj, honnan ismerjük Agágot? Ki volt az ellensége Mordehajnak? Hamán, Ben, Hamdata, Haagagi. Az Agágtól származó Hamán, és egyébként jelzem, Mordehaj szintén benyaminita volt, tehát a Saul Agág harc folytatódik Mordechai Hámán harcban rá 600 évre. Tehát ugye már egyik nép sem él, se a benyaminták nem élnek már, sem a amálékiták nem élnek már, de mégis egyet eszámolott, egy ugye egymásra találtott, és megharcolják a harcukat. Tehát, és akkor megfordul Sámuel Agág felé, a fogvédett király felé, és azt mondja neki, amiképpen a te kardod gyermektelenített anyákat, aképpen legyen a te anyád is gyermektelen, és ketté vágja Sámuel Agágot, kis piros pontér, ez a mondat mikor hangzik el még egyszer a történet folyamán, amiképpen a te kardod anyákat gyermektelenített, ugyan a te anyád is gyermektelen, ezt írta rá az Izraelem elnöke, Eichmann halálosítéletének a fellebezésére, amikor azt mondta, hogy Eichmann fellebezett, hogy ne végezzék ki, ezt itt rá az elnök, a Ben, nem tudom ki az elnök volt akkor, hogy amíg a te kardod gyerekten anyákat, egyébként legyen is gyermektelen, és másnap kivégezték hajnalban Eichmann, hogy harmadnak. Tehát visszatérnek ezek a párok itt, amik vannak. Tehát Dávid király, föl van kenve királynak, de menekülnie kell, mert a Saul a király még mindig, tehát jó hadvezér, Saul elment Givat Saulba, az ott van Zébrák mellett, Dávid elmenekül a filiszteusokhoz, és gyakorlatilag Saul a király, ő a hadvezér, ő a legerősebb, de mint látjuk a fényi féltéken ez, és ő a Gilboi csatában öngyilkos lesz, amikor, hogy ne fogságba essen. Akkor ez Dávid uralkodó, és akkor ha már itt vagyunk a Dávidnál, hogy egy nagyon jó katona volt, és ő neki még egy dolog nevéhez fűződik, miszerint ő vásárolja meg Jeruzsálemet. A Talmud szerint három várost vásároltak meg a zsidók, aminek van bizonyíték a Szentírásból. Ugye egyik az nem Bersevem, Jeruzsálem, Kiriát Arba, a sírhelyek, ahol eltövette Ábrámot, a feleség Sárát, és Shem, az meg Izsák veszi meg, vagy Jákob veszi meg Shemet. Ez a három, és Jeruzsálem. Tehát megveszi Jeruzsálemet, Dávid király, az a jó a Dávid királynak, behet lőni, hogy 1000-ben lett király. Ez egy könyv évszám egyébként, megjegyzni. Nem akar belemenni Dávidba, hogy volt 8 felesége, 10 gyereke, de még vannak híres felesége, még Avigail nagyon híres felesége volt, Mikál, Saulnak a lánya, nem is a legkisebb felesége, azért Bátseva volt, ugye, mégis akit meglesett a zuhanyzás közben, és de Bácsának viszont ugye tudjuk, hogy azért már házas volt akkoriban, de ezt viszonylag röviden
rövidre zárta Dávid ezt a házasságot. Na, Dávid, mit csinál Dávid? Sőt mindenkitől! Na. Elküldte a férjét egy teljesíthetetlen küldetésre. Hova? Nem, nem csinálva küldte el. Jobb volt Dávid, biztosan a ment. Elsősorban. Meghalt, küldte el. És a ővel küldte el a papírt, hogy a Joábnak hadd ezek, hogy ezt a figurát oda biztos le fogják lőni. Tehát, vagy lesz, hogy mit tenni. Nem, ez nem egy elegáns dolog, Dávid, hogy elegánsan fogalmazzunk. Hát de már késő volt, megbánta, nem bánt ott. És ugye, de lett büntetés, ugye Bátseva elvetélt. Igen, szóval, igen, tehát a Dávidról rengeteg, csak a Wikipedia szócikke is 1000 oldalas, körülbelül, nem megy be Dávidba. Egy fontos dolgot gondolok a Dávidról elmondani, egy az az, hogy a megszilárdítja Izrael királyságát, megveszi Jeruzsálemet, és lesz ilyen. Hogy fölviszi a Friedlandet a templomhegyre. Pontosan, ez jó képet róla. Látjuk itt. Nem, nincs jó kép. Akkor hogy viszi? Hogy van a Fidlád angolul? Ark, igen. Ark of the Covenant. Ark, igen. Ark. Igen, tök jó. Egy Ark of the Covenant, igen. Tehát igen, itt van a kép. Dávid elől hárfázik, viszik fel a Fridládát, bár nem egészen így volt, mert a Tóra szerint táncolt. Tessék? Táncolt is. Nem csak táncolt, ez jó a kép, őrülten táncolt, azt mondja. Őrülten félmeztelen táncolt. Volt. És a képen szintén, bár ezek középkori képek, tehát ez egy jobb kép, egy szál pendelben táncolt Dávid király a korolása szerint. Itt van, tessék. A hölgyek kedvéért ajánlom Richard Gere. Richard Gere-t, igen. Aki Richard Gere rajongó. Richard Gere. Nézd ki. Tessék, Richard Gere. Dancing. És akkor hirtelen itt van, ott van, tessék, meg lehet nézni. Meg el kell nézni. Richard Gere mesztelenül táncol a Fridlád előtt. De a hölgyek kedvéért levezetésképpen. Na? Nem ez érdekel minket a... Itt van Richard Gere, mint Dávid király. You mountains of Gilboa, let there be no dew or rain upon you, for there the life of Jonathan is vilely cast away. From the blood of the slain, the bow of Jonathan held not back. Na, szóval, and the sword of Saul returned not empty. Hol néz ki? Fiatal még. In life and ugye in their death. Nem lehet hozzáérni. Viszont jó egyébként, aki gyors hozzáérni, hogy az meghal. They were swifter than eagles, stronger than lions. You daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet and ornaments of gold. My brother Jonathan, thy love to me was wonderful. How are the mighty fallen, and the weapons of war perished. Itt a, nem volt szentély, hanem a szélyes szentélyeknek. Miskán. A Miskának. De csinál ugyanaz. Lelő. Ez itt Mikál, felesége. Amor Józsiában. This is the word of the Lord of hosts.
I took you from the pastures and from following the sheep to be prince over my people Israel. I have been with you wherever you have gone and have destroyed all the enemies in your path. I will make you a great name among the great ones of the earth. I will assign a place for my people in Israel. There I will plant them, and they shall dwell in their own land. És sok az ember, aki Uzsanelbe akkorik a rosszal. Gyerekei. Volt a külső szentély, a szentek szentély. Oltár. Külpapolik elvileg. Első szentély, első oltár. Végétbelje. Volt a fit. Azért volt a fitnök. Aki bent, kupa bement oda egy évben egyszer, rákötöttek a lábára egy madzag volt, hogy meghalt volna, hogy kiúzzák a madzag a lábát keresztül. Ott a kupa ennyi egy Hollywoodról, de mindenképpen, nem tudom, ez helyettes, nem tudom. Igen, szóval visszatérve, valóban, tehát Dávid királynál, ugye így ment föl, ugye, de ő a nem épített föl kőszentét, Salamon, de miért nem Dávid? Nem, mert 40 évig uralkodott. A kis szín. Pontosan, mert sok embert ölt meg. Háború, ez egy katona volt. Ő megült rengeteg embert, és azt mondja, aki embert öl, az ne építsen szentélyt föl, tehát olyannyira a szentélyhez, amit Salamon fog fölépíteni, nem életet például fémeszköz. Amit még szeretnék mondani, ez az utolsó mondatom tényleg, hogy ebben a korszakban, tehát Józsuétól, Bírákkora, Saul és Dávid, ez másik oldalról ugye egy korai proféták korszaka. Ami nem azt jelenti, hogy ők korábban éltek volna, azt jelenti, hogy ők a real time-ról beszéltek. Tehát nem beszélnek a jövendőről, meg a messiásról, azt mondja, hogy egy sok profétot látjuk, de 70, igen, termetívű profét. Igen, ez a milyen, pénzügy. Igen. Igen, vagy semmi, igen. Tehát ezek a proféták, akik voltak, ezek azt mondták, nem volt az a kép, nem volt. Ez se segít. Na, szóval azt mondom mondani, hogy a... Na, talán itt. Ez jobban néz ki, igen. Na, ez jobb. Oké, szuper jó. Na, ez jó. Mint látjuk, van 7 női proféta. Tehát, ugye, bár nincsen... így felsorolva, hogy Eszter proféta lett volna, vagy Dvora, mint Dvora az igen, de Mirjam vagy Sára, de Isten szólt hozzájuk, ezért proféták voltak, hogy továbbadták, illetve a fiúknál pedig, mint látjuk, van 40, ez a klasszikus felsorolás, tehát milyen Mordehájtól kezdve, igen, ugye
Dávid király, Salamon király, Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, ezek egyértelműek, Pindrász, Elkana, Éli, Smuel, stb. De kétfelé, Jónás proféta például, kétfelé válik, vannak egyszer a real time, tehát az adott időszakról beszél proféták, ezek itt mindazok voltak az elején, például Sámuel. Sámuel sosem mondta azt, hogy fú, ti zsidók, ha jók lesztek, akkor majd a messiási korban izé a trónuson fog túrót. Erről beszélt Nákum, vagy beszélt mit tudom én, Dániel, vagy mit tudom én, de lenne egy kérdés, hogy Dániel proféta volt-e vagy sem, de majd beszélünk róla, vagy Jeremiás, stb. Ezek a proféták, mind teljesen az, hogy írja, azt mondja, figyelj Sámuel, mert Isten ereje van, menjél tanuljál. Az a Sámuel, figyelj Saul, harcolok a háborúdat. Azt mit mondja Józsué, azt mondja, Isten, menjetek, fogjátok az országot. Tehát teljesen a korai időkről beszél, tehát az időszakról, a későbbiek, a késői proféták a késői napokról beszélnek. Yamim Hakharonim, így mondja a héber, késő napok a messiási kor. Igen. Tehát lányom, csomó nincs is könyve. Tehát ugye Illés, Éliahu proféta. Tehát Éliahu proféta, hát egyértelmű, hogy a legismertebb proféta, Illés proféta, élve hal meg, egy szó nincs róla könyvileg. A kiejő könyvében szerepel valóban, de mégis egy nagyon nagy proféta volt, tehát nem minden könyv, nem minden proféta bír saját könyvvel, hanem csomagyos a neve szerepel, de Éliahu proféta ugye annyira nagy proféta volt, hogy ő meg se halt, hanem a messiás hírnöke lesz majd Éliahu. Ugye tehát mindenképpen ez az időszak, amit most eljutottunk nagyjából a Dávid haláláig, amikor ugye meg fog halni majd 40 év uralkodás után, és eljön egy trón visszáll majd a trónjáért, és Salamon a fia, Batseva gyermeke lesz az, aki megnyeri ezt a harcot, és Salamon bár bőrsalamonként van kezelve, de Salamon egy nagyon balhés figurája volt a zsidó történelmnek. Úgy nézzük, hogy kik azok, akik tényleg hozzá tettek a történelmhez. Hát Salamon, most így, hogy meg ezt így spoilerezek, hát mondom, hogy többet ártott a zsidó népnek, mint amit csinál, mert egyszerűen az életigenlése, a gazdagsága, olyan dolgokat csinált Izraelbe, amit bálványimádástól kezdve, rengeteg, vagy törzsek kiirtása, adószedések, rengeteg, tehát olyan dolgot tett, ami halála után szétszakadt Izrael, amit Gorbacsovnál, ugye a Szovjetunió, és Gorbacsov jó volt, nem volt, utána szétszakadt a Szovjetunió. Ilyen volt Salamon is, addig-addig csinálta a dolgokat, amíg meghalt, és akkor Izrael ketté fog szakadni itt középen, és onnantól fogva, tehát 920-tól elkezdve egységes Izrael legközelebb, talán rá 600 évre lesz, mert amikor a különböző hasmoneus, meg ilyen stb. Időszak lesz majd, de addig nem ez egységes Izrael, tehát elég komoly. És ugye a 2011-nek az a problémája, hogy megtámadják az asszírok Észak-Izrael, dél meg így nézegett, hogy hát úgyis ellenségeik voltak ezek a fönti zsidók. Tehát, és ez így tűnik a 10 törzs például. De ne menjünk bele ebbe, ez egy külön történet már, de itt álljunk most meg, és hogy jövőben folytatjuk, hogy Dáviddal elindul egy fejlődés, és Dávidnak ugye tulajdonítják a zsoltárokat, 150 zsoltárt, bár csomónak van más szerzője, de Dávid volt az, aki ezt így egybe fogta, és egy csomó olyan zsoltár van az ő nevéhez kötve, amelyik egy csodálatosan szép szöveg. Jó van. Jó. Másodperc. Oké, stop.